A Cum Mediator utazási iroda és a tulajdonában lévő Mediator televízió ez év januárjában pályázatot hirdetett karcagi illetőségűek számára Karcag emlékképei nagyszüleink szemével címmel. A megadott határidőre 8 pályamű érkezett. Dr. Sütő Mihályné írásából idézünk, akit a sorsférjével együtt más vidékre vetett. Hosszú évtizedeket nem a felnevelő városomban töltöttem, csak néhány éve élek ismét itthon. Férhez menetelem, továbbtanulásom más városba irányította életemet, de szívemben mindig karcagi maradtam. Mikor a vonatunk hosszú évtizedeken keresztül közeledett Karcag felé, és megláttuk a református nagy templom tornyát, csodálatos érzés járta át szívünket. A férjem is karcagi volt. Tudtuk, hazajöttünk, s várnak azok, akik szeretnek bennünket, szüleink. De mindez már emlék. Kérem, meséljen a pályázatról. Honnan szerzett róla tudomást, illetve hogy milyen célból tetszett megírni? Rózsika, a klubvezetőnk hívta fel a figyelmet, hogy Klárikát, azt mondja, te is képes, hogy írjál már egy pályamunkát. És akkor utána egy-két nap múlva templomban voltam, és az ott hallottak adták nekem az elképzelést, hogy én hogyan és mit írjak a pályázatomban. És milyen volt a szolnoki út, hogy érezte magát? Hát, az csodálatos volt. Én megmondom nektek őszintén, hogy a férjem az 2002-ben hunyt el, előtte még Félegyházán laktunk, jártunk színházban, meg Pestre az operába, az Erkelbe, és én megmondom nektek őszintén, hogy én, hát most már lehet mondani, hogy 10 éve, hogy én nem voltam színházban. Hogy hazakerültem, itthon nem volt rá lehetőségem, hogy elmenjek, és én csodálatosan éreztem magam, és az a gyönyörű környezet, az a sok finomság. Ez egy, nem akarom mondani, hogy ez egy annyira nagy meglepetés volt valamennyiünk számára, de nekem is, hogy ott részt vehettem abban előkelő, kellemes környezetben. Most térjünk át egy kicsit az aranydiplomát vételről, ugye nemrég tetszett átvenni az aranydiplomát. Meséljen erről, milyen volt ez a díjátadó, illetve hogy milyen érzés volt egy ilyen kaliberű kitüntetés átvétele? Hát én megmondom őszintén, hogy én nagyon meg voltam hatódva. A tisztelt polgármester urat én előzőleg felkértem, mert amikor felhívta a főiskola, illetve az egyetem a figyelmünket, hogy 3 lehetőség van az oklevél, vagy aranyoklevél, vagy diploma átvételére. Beutazom Szegedre az évfolyam társaimmal együtt, vagy itt Karcagon. A harmadik pedig postán küldik el. És akkor én a pályafutásomról, de azt is be kellett küldeni Szegedre, hogy én hol dolgoztam az elmúlt közel 40 évben, milyen kitüntetéseim vannak. És mielőtt én felkértem a polgármester urat, akkor én ezeket a hát leírtakat kértem, hogy szíveskedjék elolvasni, és hogyha ő engem erre méltónak tart, hogy itt adja át, akkor én megkértem őt nagy tisztelettel és szeretettel. És én így kerültem a művelődési ház színpadára a pedagógus nap alkalmából. Nem probléma nálam a beszéd, de higgyétek el, hogy amikor én felkerültem a színpadra, hát könnyeimmel küszködtem, megmondom őszintén, én annyira meghatódtam. Mert elsősorban azért is, mert ugye én ebben a városban nőttem fel, én itt jártam a Újháziskolában 4 évig, az református elemi népiskola volt, akkor a Calvin 9-ben, és itt érettségiztem a karcagi gimnáziumban, ahogy ott is elmondtam. És én hiába éltem 24 évig Szegeden, 22 évet Kiskunfélegyházát, de én szívemben mindig karcagi maradtam. Én annyira boldog voltam, hogyha én a felnevelő városomról hallottam valamit, és tudjátok, hogy ki volt az én összekötőm, Hittel Piroska néni, mikor megismertük egymást, mikor hazajöttünk 81-82-es tanévben, egy fél évig én besegítettem a leánykollégium nevelő munkájába. Szóval nekem az egy
hogy én megkaptam ezt az aranyoklevelet, egy nagyon szép születésnapi ajándék volt, mert én előző nap, május 31-én ünnepeltem a 76. évemet, már nem is akarom elmondani, hogy ilyen jókoros vagyok. Akkor beszéljünk egy kicsit az életéről. Kérem, mesélj a gyerekkoráról, a tanulmányokról, illetve a házas életről. Én Kumodaroson születtem, egy három gyermekes, már iparos családban, és egy nővérem, egy bátyám volt, azok sajnos tavaly elhunytak, már elég ők is szép kort értek meg, és akik engem felneveltek, anyukámék, ő nekem unokanővérem volt, mert az én édesanyámék, úgy képzeljétek el, 10 voltak testvérek, ezelőtt olyan sokan voltak egy családban, és ő neki a legidősebb, nem éppen a legidősebb, de a legkedvesebb nővérének a lányáék hoztak el engem Karcagra nyaralni. 2,5 éves koromban, és annyira megszerettem őket, és ők is engem, és a anyukám már így mondom, őket édesanyámnak, édesapámnak szólítottam, a kumadarasiakat, a karcagiakat pedig anyukám, meg apukám. Na most a anyukámnak az édesanyja, aki nekem édes nagynéném volt tulajdonképpen, így nekem nagymamám lett. És ő elveszítette, mikor én 6 éves voltam, a fiát 30 éves korában, ő nem tudta élete végéig azt a fájdalmat, hogy szokták mondani, hogy nem tudta elfelejteni. Na és hogy nagymamám ne legyen egyedül itt a Vida utcában, én átkerültem ő hozzá, és tulajdonképpen én 18 éves koromig, hát tulajdonképpen ő nevelt engem, és én onnan jártam iskolába. Itt van egy kis kép, ez volt a Vida utcában a ház, és a nagymamám meg én vagyok ezen. Ők jó nevű iparos család volt megint, nagyapának gépe volt, és a ház viszont egy kis nátfedeles a múlt század elején épült, mert az volt a véleménye nagyapának, Tóth nagyapának, hogy a gépre kell fordítani, mert ugye közel 16 munkás dolgozott, és hogy azoknak legyen minden évben megfelelő kenyérkeresetük. Annyira szerették a munkások őket, hogy mindig oda mentek vissza Tóth nagyapáékhoz dolgozni. És a házra, de nagyon nagy rend, meg tisztaság volt, de a gép rendbetételére fordították a pénzt, amit hát a cséprésből kerestek. Na most én, tehát 6 éves koromig, ahol most vagyunk, én itt nőttem fel. Én nagyon szerettem a közösséget. Én úgy képzeltem, hogy nekem majd sok gyerekem lesz. De rajtam kívülálló okok miatt sajnos egyszeret így jött ki a lépés. No, én ide jártam az újházi iskolába, és akkor tanulás szerint ültünk. És ne vegyétek dicsekvésnek, de akkor még én olyan jó tanuló voltam, hogy első padban első. És azt mondta az én anyukám, mert kérdeztem tőle, hogy mikor én hazajöttem az iskolából, kellett engem arra lelkesíteni, hogy tanuljak. És azt mondta, hogy nem. Egy kicsit játszottam, és utána nekiültem a feladat, így mondjuk karcagiasan, és elkészítettem. Na, az általános iskolai tanulmány, a főső tagozatot pedig a Calvin 9-ben, illetve Kovács Mihály általános iskolában végeztem, és akkor onnan pedig a gimnáziumba kerültem. 54-ben érettségiztem. Érdekes, hogy a gimnáziumban reáltagozat volt, nem voltak sikereim, ha már így az eredményben. Olyan, én megmondom nektek őszintén, olyan 3-as, 4-es, szóval nem volt sikerem. Már amikor a felsőfokú tanítóképzőbe kerültem, már egész más volt, vagy mikor a pedagógia szakot végeztem, ott is jelesedett, szóval, de nem tudnám megmondani, hogy pedig én tisztelettel voltam a tanáraim irányába, meg ők is úgy elfogadtak engem. Meg én nem voltam egy hízelkedős típus, de
Én a tiszteletet én megadtam minden pedagógusomnak is. Nekem példaképen volt a Török Ida, mert úgy mondtuk, hogy tanítónéni a általánosban, és akkor, hát mint minden fiatal leánynak, ugye én nekem is volt udvallom, ez a Sanyi bácsi, akit gondoztam szegényt 6 évig, hát ő csak egy fél évig kísérgetett. És akkor ő leérettségizett, a sors úgy hozta, hogy elé ment ebből a városból. Én 50 évig őt nem láttam, én azt se tudtam, hogy megnősült, nem nősült, gyereke van, unoká, én nem tudtam semmit sem róla. Na és akkor jött Misi bácsi, a férjem, szőke, grál, lovag, megkérte a kezem, és én egyből igen mondtam neki, és mi úgy tanultunk, mint férj és feleség Szegeden, az én drága nevelőszüleim segítettek bennünket, mi kollégiumban laktunk, ő kollégiumtitkár volt. Én meg később, amikor elvégeztem ezt a felsőfokút, akkor pályázat útján bekerültem a kollégiumba, és az ismereteimet úgy gyarapítottam. A férjem, ő nagyon jó tanuló volt. Ő itt végig a gimnáziumban, ő, úgy képzeljétek el, hogy színtiszta tanuló, kitűnő tanuló volt 8 évig. Az évkönyvből tudom. Ő nagyon, nagyon jó fejű. És ez lehet, hogy én rám is, ez, most nem akarom mondani, jó hatással volt, hogy úgy resteltem volna, hogy lemaradok tőle, hogy jobb eredményt érjem ezekben a felsőfokú intézményekben. Hát mint minden házasságban voltak nehézségek, voltak szebb részek. Mi elég sokat utaztunk is, jártunk külföldre, de azt is megmondom nektek, hogy mi nagyon szerettük a neve, én anyukámékat, nem, én sosem azt mondtam nevelőszüleim, anyukámékat meg. Én nagyon tiszteltem a férjemnek a szüleit is. A férjem, ő fülorgégész lett, és a Szegedi Orvostudományi Egyetemen a fülorgégészeti klinikán, mint helyettes is jó néhány éve dolgozott, és agyunktusi rangot elért, és érdemes orvosi kitüntetésben is részesült, de úgy jött ki a lépés, hogy 80-ban hazajöttünk, és akkor egy évig, illetve másfél évig ő városi tiszti főorvosi beosztásban dolgozott, de megmondom nektek őszintén, hogy ő a műtétet nagyon szerette, és gyógyított is, és egyszerre 5 helyre hívták meg, és Kiskunfélegyházát választotta, és ott volt osztályvezető, főorvos a Kiskunfélegyházi Városi Tanácskórházban. Hát sajnos, amilyen szép derékember volt, nem is gondoltuk, hogy ő 10 évig elég komoly betegséget kapott, mert a szívével is lett probléma, akkor hát ő hasnyálmirigy rákban hunyt el. A kollégák mindent megtettek érte Szegeden is, Félegyházán is, de nem tudtak rajta segíteni, és 2002. szeptember 28-án éppen a névestéjén hunyt el, és október 4-én temettük itt Karcagon, mert a szülei is itt nyugszanak a déli temetőben, az én anyukámék is, úgyhogy már a én sírhelyem is elkészült, nagyon lelkileg, nagyon megviselt. És akkor úgy még halála után még másfél évet én Félegyházán voltam, és a pedagógus klubot már nyugdíjas, mert 91-ben elmentem nyugdíjba, pedagógus klubot irányítottam, meg én nagyon aktív voltam, én megmondom nektek őszintén, a megyében, a pedagógus szakszervezetben a megyei nyugdíjas pedagógusok érdekeit képviseltem, akkor a helyi lapnál is a nyugdíjasokkal kapcsolatos cikkek megírása, akkor a
televíziósokkal állandó kapcsolatban voltam, kértem, hogy a rendezvényekre, hogy szíveskedjenek kifáradni, mert 16 klub működött a városban, ennek volt egy csúcsvezetése, és ott egy darabig, mint elnök helyettes is tevékenykedtem, és az elmúlt nyáron képzeljétek el, hogy egy külön busszal lejöttek meglátogatni, és hoztak egy oklevelet, megköszönték a akkori munkámat. Hát én nagyon meg voltam hatódva. Polgármester úr nagyon kedvesen fogadott bennünket. Amikor csoportokat hoztam, akkor is mindig meglátogattuk a református templomot, a gimnázium az nekem, az egy ez a csoda volt, mikor én oda belépek. Most is higgyétek el, hogy annyira meghatódom. A dalálót, mint műemléket nemrég tetszett átadni az önkormányzatnak. Erről szeretnénk egy pár történetet hallani. Jó. A nevelő szüleim halála után ezt a házat én örököltem. És nagyon gondolkoztam rajta, bár a férjem idejében is szó volt ennek a darálónak, hogy voltak lenne a Szentendrei Skanzenből egy muzeológus úr, nagyon szerették volna ezt a darálót oda elvinni, mert egy tiszántúli tájegységet hoztak létre, azt hiszem, hogy már az létre is jött az a tiszántúli tájegység. És úgy döntöttünk a férjemmel, akkor még, hogy nem engedjük, hogy ezt innen elvigyék, hanem mi úgy gondoltuk először, hogy a Jókai utcában lévő tájház kamrájában helyezzék el. De nem lehet már ezt megbolygatni, mert 1940 óta ugye sűjesztve van, meg a maga az állaga is így, ahogy ott állott, jó van, meg működőképes, de már csak nagyon régi készítmény, még a múlt század elejéről. Nem tudták megállapítani, mikor férjem is meghalt, így döntöttem, hogy én ezt a városnak ajándékozom a nevelő szüleim iránti szeretetből. Azóta is gondolkozottam rajta sokszor, hogy jól tettem-e, hogy én így döntöttem, de arra az elhatározásra jutottam, hogy jól tettem. Mert nem lettem volna, higgyétek el, boldogabb, hogyha én eladom, és akkor az a pénz már régen oda volna. Így meg őrzöm az ő emléküket, és a mezőgazdasági ipari terméknek ez egy meghatározott ugye része, és már azóta, 2005. július 29-én került ez átadása, azóta úgy képzeljétek el, hogy több mint 3000 tekintették meg. Ebben voltak egyének, csoportok, külföldiek, magyarok, és engem még a régi polgármester úr kért fel, hogy megtetszene tenni Klárika néni, hogy bemutatja. Hát mondtam, hogy hát ugye ehhez csak fel kellett készülni, meg utána nézni dolgoknak minden, és én ezt, édeseim, én ezt teljesen ingyen, és én bérmentve teszem ezt télen, nyáron. Hát meghatározott nyitvatartási időben, de ide bármikor bekopogtatnak az ablakon, én mindig rendelkezésükre állok. Valamelyik nap Debrecenből jöttek egy 90 éves bácsi, úgy meghatódtam a drága, ő pék volt valamikor, de a lányáik már mondták, hogy ők már kétszer voltak itt Debrecenből, mert én már nem emlékeztem. És milyenek a nyugdíjas évek? Én nem unatkozom. Én megmondom nektek őszintén, hogy én nagyon elfoglalom magam. Én mindig nagyon szerettem olvasni, megmondom őszintén, és ha úgy érzem, hogy én nem érzem magam, így egyedül vagyok, de én nem vagyok magányos, mert mindig jönnek a szomszédok is, nem jönnek be, csak az ablakhoz jönnek. És figyelik ám az karcagy öreg asszonyok velem együtt, hogy már megint ez a szomszéd van itt az ablaknál, megint az a szomszéd van az ablaknál. Én szeretem az embereket, gondjuk van, problémájuk van, jönnek ide Klárika néni, akkor már tudom, hogy jó van. Ami problémáik van, igyekszem megoldani, de ők is nagyon rendesek én hozzám. Mikor hazajöttünk, és felkeresett engem dr. Sántáné Katika, hogy úgy határoztak a nőszövetségben, a régi osztálytársaim közül is többen ott a csigát csinálásnál, hogy hívjanak meg engem csigát csinálni. Hát én nektek megmondom őszintén, hogy én ilyesmivel én nem foglalatoskodtam előtte,
de most már annyira megtanultam magát a tésztának a készítését, hogy állítólag a rokonságot én látom el Lebbencsel, például télen írtuk a pályamunkát, akkor a daráló bemutatásával kapcsolatban. Úgyhogy én nem unatkozom, én mindig keresek magamnak olvasnivalót, elég főleg az életrajzi regényeket szeretem nagyon. Ezt az ősi imát, ezt én jó néhány évvel ezelőtt, nekem az az igazság, a kedvenc színésznőm Lukács Margit volt, ő megjelenésében, szép versmondásában lett nekem példaképen, és egy újságban az Őszidők című lapon, nem tudom, hogy emlékeztek én, mert nagyon régen már meg is szűnt, de abban volt egy róla készült riport, és kérdezte a riportot készítő riporternő, hogy mert egyedül maradt, őnek is sem volt gyermeke, szülei is elhaltak, hogy tudja a mindennapjait ő elviselni. És akkor mondta, hogy ő neki van egy nagyon szép ősi imája, és azt szokta elolvasni. És most megosztanám veletek, de biztos ismeritek. Adj Uram nyugalmat, hogy amit nem tudok megváltoztatni, elfogadjam. Adj Uram bátorságot, hogy amin változtatni kell, megváltoztassam. És adj Uram bölcsességet, hogy egyiket a másiktól meg tudjam különböztetni. Én most már megint jó néhány éve gyakorolom a vallásomat, én református vagyok, én járok csigakészítésre, nőszövetségnek tagja lettem, felkérésre, újságcikket is írtam, amikor a gimnázium átadására került a sor, akkor engem a nagy tiszteletű úrék, Konstibor vezető lelkész úrék felkértek, és akkor a kalendáriumban az olvasható a cikk, amit írtam a tanévnyitóról. Visszagondolás gyermekkorom egy felejthetetlen szakaszára. 2012. január 15-én délelőtt 10 órától a karcagi református nagy templomban egy felejthetetlen ünnepi istentiszteleten vettem részt, ahol megjelentek városunk vezetői is. Ez már több éve nagyon szép hagyomány városunkban, hogy így emlékeznek lelkészeink a Doni csatában elesett hősökre. Igét hirdetett nagy tiszteletű Nagy Béla lelkész úr, aki méltóan gondolt vissza az 1943. első hó 13-án értelmetlen halált halt több mint 150 ezer magyar katonára, s közöttük a karcagi hősökre is, az árván maradt gyermekekre, özvegyekre, akik már nagyon idősek, vagy már nem is élnek. Az Isten tisztelet befejezése után szerintem Magyarország legszempiétájához sétáltunk. Elénekeltük a himnuszt, majd meggyújtottuk és elhelyeztük az emlékmű talapzatán az emlékezés gyertyáit. Ez a csodálatos piéta a karcagi születésű Györfi Sándor világhírű szobrászművész alkotása. Az emlékművön elhelyezett táblákon azok neve olvasható, akik karcagiak voltak, különböző helyeken hunytak el, de nevük örök életű marad az emlékezők számára. Mint akkori kisgyermek, több elhunyt személyt ismertem, de nagyon közel a szívemhez 4 személy tartozik. Férjemnek 2 bátyja, sógora, aki 4 kisgyermeket hagyott árván. A legkisebb később született, így nem ismerte édesapját. De az édesanyja nagy nehézségek árán becsülettel, kemény munkával felnevelte őket, akik városunk ma is becsületes polgárai. Az özvegy sokáig várt férjére, a Vöröskereszt által kerestette, élete végig szívében maradt az iránta érzett szeretete. És még egy név, az akkori gimnázium igazgató, Kressneris Gyura, később tanárom, egyetlen fiának a neve Kresszelis László, aki szintén hősi halált halt a II. Világháborúban. Igazgató felejthetetlen, nagy tudású,
Gyermekközpontú pedagógus egyéniség volt, pedig nagy bánat nyomta a szívét. A háború utáni időszakban az árván maradt tanítványainak is ott segített, ahol erre szükség volt. A volt tanítványainak elmondásából és a saját tapasztalatomból nagy tisztelettel őrzöm emlékét, s ha kimegyek a déli temetőbe, ahol az én szeretteim is nyugszanak, úgy viszek az ő sírjára is virágot, illetve gondoztatom sírjuk környékét, mert feleséggel együtt nyugszanak, mint az én szüleimét, illetve férjemét. Mint ez sok volt, tanítványáért is teszem. Egy-két gondolattal szeretnék visszaemlékezni, mint akkori kisiskolás, hogyan vészeltük át anyukámmal, nagymamámmal a háborús időszak borzalmait. Apukámmal behívták katonának, lőszerszállító autó vezetőjeként ment a frontra, több karcagi barátja is hasonlóképpen követte őket, és kerültek fogságba. Nem tudtunk róla semmit, majd hosszú hónapok után lesoványodva, betegén tért vissza hozzánk, de hazatért. Anyukám gondoskodó szeretetének volt köszönhető, hogy meggyógyult, és szép magas kort ért meg szerettei körében. Sok karcagi katonatársa hősi halált halt, de akik visszatértek, életük végéig igaz barátok maradtak. Mi hárman anyukámmal, nagymamámmal a Vida utcában éltünk a nehéz időszakban, mert anyukám még háza közelében bomba robbant, s a lakás akhatatlanná vált. Nehezen éltünk, de mások is. Tűzevalónk nem volt. A város gondoskodott a rászorulókon, engedéllyel kaptunk meghatározott mennyiségű fát, amit a kis erdőből talicskán toltak haza nagymamámék. Így egy helyiséget, a konyhát fűtöttük, ami egyben különböző funkciót töltött be. Nappal konyha, éjszakára pedig hálószoba. Itt éltük mindennapjainkat. Ahogy visszaemlékszem, a mosófazék állandóan spalherten volt tele vízzel, amit előzőleg a Kerekes István utca sarkán található boros kútról vittünk két teli kannával. A kája tetején állt még egy piros fazék, amiben kukoricát főztünk, és ettük, mikor éhesek voltunk. A tartalékban lévő liszttel zsírral is nagyon kellett takarékoskodnunk, mert nem volt lehetőség az utánpótlásra. Bizonyára a korombeliek emlékeznek a csereakciókra. Pestről jöttek az asszonyok, különböző ruhaneműt ajánlottak fel ennivalóért. Nagyon nehéz volt segíteni rajtuk, de anyukám még ezt is valahogy megoldották. Sajnálták őket, hogy éheznek. Nagy gond volt még a világítás is. Petróleum lámpával oldottuk meg, nagy spórolással, mert úgy a lámpához, mint a petróleumhoz nagyon nehéz volt hozzájutni. Volt úgy, hogy este kinyitottuk a tűzhely ajtaját, és az abból kiszűrődő fény mellett mosakodtunk, vagy beszélgettünk. Nagyon nehéz időszak volt, de mégis szép, mert együtt voltunk, nagyon szerettük egymást, és vártuk apukámat haza a frontról. Én ekkor kisiskolás voltam, az újháziskolába jártam, harmadik osztályba. Az első, illetve a második osztályt is itt végeztem. E tanévet nekünk a fenti leányiskolában kellett végezni, de az épületet a városnak katonai célra kellett átengedni. Az iskolaszék feladatát úgy oldotta meg, hogy ne történjen osztálykimaradás, járhatunk a Pócsiskolába, Boros út, a Déli Külvárosi Iskolába, a Kiskápolnába, majd újra az Újháziskolába. Református Eremi Népiskola volt az 1913-14-es tanévben létrehozott Újházi Iskola, ahol tanítói dinasztiák tanította, és innen kapta az iskola a nevét, de engem első osztályban Korsós István tanító tanított, aki szintén hősi halált halt a Donni kanyarban. Ma is nagyon sajnálom, jó alapokat kaptunk tőle, pedig ahogy visszaemlékszem, közel 50 gyermek járt az osztályába. Második osztályban Vajó János igazgató tanított bennünket, ő már koránál fogva nem vehetett részt katonai szolgálatban. Negyedik osztályt már a Fenti Leányiskolában, ami 1896-ban épült,
végeztem Györffy Erzsébet tanítónő irányításával. A fenti tanítók is, mint a hozzájuk tartozó 40-50 gyermek egy-egy tanévben a háborús viszonyok miatt nagyon nehéz körülmények között éltek, de elhivatottságuk a pálya, gyermekszeretetük iránt, a szépre, jóra, kötelességtudatra, az idősek iránti tiszteletre való nevelésben példamutató volt. Mivel református elemi népiskolába jártam, a vallásos világnézete nevelés a vasárnapi délelőtti istentiszteleteken való részvétel a nagy templomban, ahová kézenfogva, egymás követve szép sorban mentünk, s foglaltuk el kijelölt helyünket, megmaradt a későbbiekben is. Sok évtized múltán, mikor már nem éltem ebben a városban, de csoportokat hoztam, a nagy templom megtekintése és a közel 1600 sípos orgona megszólaltatása Koppány Marika zeneművésző előzetes felkérésével nem maradhatott volna el. A felső tagozatot a Calvin 9 számú általános iskolában végeztem. Ahogy visszaemlékszem, iskolánk még akkor szinte félkész állapotban volt a közbejött háború miatt, de tanáraink irántunk való jó indulata pótolt minden hiányosságot. Az itt tanító pedagógusok közül meg kell említenem Török Kidát, akinek továbbtanulásomkor sokat köszönhetek a színek meghatározásával, vagy a szolmizációs hangok nevének pontos közlésével. Férje Vilmányi Sándor vallástanár irántunk való szeretete, az igei magyarázata, vasárnapi iskola vezetése, a konfirmációra való felkészítése, tisztelete szüleink iránt felejthetetlen. Legyen áldott az ő emlékük is. Gimnáziumi tanulmányaim során az említett igazgatórunk kívül meg kell említenem B. Major tanárról, aki nagy odafigyelésem volt a félárván maradt tanulók segítésében is. Figyelemmel kísérte azok sorsát, akik erre rászorultak. Kérésére az alsósoknak átadtuk könyveinket, vagy ha tudtuk nélkülözni, még ruhaneműt is, sőt, a diák sapkáikat is, mert az 50-es években ennek viselése kötelező volt. Természetesen a volt gimnáziumi tanáraink is azon voltak, hogy tehetségünkhöz mérten a tananyag tanítása során kihozzák belőlünk tovább tanulásunkhoz szükséges ismereteket. Ahogy visszaemlékszem, tantermeink még akkor nem voltak parkettával borítva, padlózata fáradt olajjal volt felkenve, vaskályha melegített, ha jó volt a tűze való, de mégis szép volt, mert fiatalok voltunk, vidámak, szerettük egymást, és ma is, ha érettségi találkozón, vagy az öreg diákok őszi összejövetelén találkozunk, nagy tisztelettel és szeretettel üdvözöljük egymást. Sajnos már sokan eltávoztak közülünk. Még szeretnék egy-két gondolatot írni a Csokonai Könyvtár elődjéről, ami a háború után a Délinél művelődési házban töltötte be funkcióját. Tagja voltam, mint kisiskolás, mert mindig nagyon szerettem olvasni. Hogy kik voltak azok a kedves könyvtárosok, akik mindig olyan készségesek voltak egy-egy könyv kiválasztásában, már nem emlékszem. De kedvességüket, segítségnyújtásukat a mai napig nem tudtam elfelejteni. És a könyvtár iránti szeretet még ma is bennem él. Hosszú évtizedeket nem a felnevelő városban töltöttem, csak néhány éve élek ismét itthon. Férhez menetelem, továbbtanulásom más városba irányította életemet, de szívemben mindig karcagi maradtam. Mikor a vonatunk hosszú évtizedeken keresztül közeledett Karcag felé, és megláttuk a református nagy templom tornyát, csodálatos érzés járt át szívünket, mert a férjem is karcagi volt, tudtuk, hazajöttünk, s várnak azok, akik szeretnek bennünket, szüleink. De mindez már emlék. Mikor kimegyek a temetőbe és megállok a sírjuk előtt, mindig megköszönöm, hogy olyan jók voltak hozzám, hozzánk, tanulhattam a háború utáni nehéz időszakban, s tervem valóra váltásában is segítségemre voltak. Nagy szeretettel és tisztelettel gondolok anyukámra, nagymamámra,
akik a többi édesanyával, nagyszülővel együtt hősök voltak, mint a fronton harcoló férjek, gyermekek, nagyapák. Nagy szeretette és tisztelettel gondolok ismételtem volt nevelőimre, tanáraimra, akik a háború utáni nehéz időszakban is helytáltak, szívvel lélekkel tanítottak bennünket, és útmutatást adtak személyes példamutatásukkal későbbi feladataink ellátásához. Jó érzés tört el, mikor még távol éltem Karcagról, ha meghallottam a település nevét, mert eszembe jutottak azok, akik felneveltek, szerettek, és nem utolsó sorban gondtalan ifjúságom, ami erőt adott a későbbiekben, a problémák, gondok megoldásában. Legyen áldott emlékük azoknak, akik felneveltek, tanítottak, akiknek példamutató magatartásuk, másoknak segítése példát nyújtott a későbbi munkavégzésemhez. Mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.